Máté Szalka, Csenger, Óvári, Szatmár Németi. Ez lesz a következő autópálya vonala. Románia ugyanis a negyedik legfontosabb exportpiac Magyarország számára, tavaly közel 8 milliárd forintnyi forgalmat összesítettek. Szijjártó Péter azt mondta, a külpiaci növekedési stratégia keretében 10 magyar vállalatnak összesen 22 milliárd forintnyi támogatást adtak, hogy 45 milliárd forintnyi beruházást hajtsanak végre Romániában. Ehhez azonban elengedhetetlen az összeköttetések fejlesztése. Ezért a román gazdasági miniszterrel aláírták a harmadik autópálya kapcsolatról szóló megállapodást. Ez a határmetszési pontot és a nyomvonalat is tartalmazza, illetve azt, hogy 2024-ben magyar oldalon az M3-as autópálya folytatásaként az M49-es gyorsforgalmi utat Magyarország építi ki. Emellett mást is tartalmazott a megállapodás. Van 10 olyan kis út a magyar-román határon, amelyek egyelőre heti egy napon, szombaton vannak, illetve voltak nyitva csak a világjárvány kitörése előtt. Megállapodtunk arról, hogy 2 ebből a 10-ből megnyílik folyamatos működésűre, Dombegyházánál és Eleknél. Magyar oldalon kiépítjük a határellenőrzési infrastruktúrát, és amint ez megvan, 2 újabb határátkelő helyel bővül Magyarország és Románia határa. Harmadik jó hír pedig, hogy még az idei esztendőben kiírásra kerül a Budapest-Békéscsaba-Bukarest vasúti összeköttetés utolsó magyar hiányzó láncszeme a kétvágányosításhoz, így Békéscsaba és a román határ között is megépítjük a második vágányt, így gyorsabb lesz a Budapest és Bukarest közötti vasúti összeköttetés. Az említett autópálya összekötés Kocsordat is érinti majd. Itt a teherforgalom az elmúlt években folyamatosan nőtt, és komoly problémákat okozott a település útjain. Ezért nagyon régóta várják az elkerülő megépítését, hogy az átmenő forgalom és így a balesetek száma is csökkenjen általa. A hatásait, hogyha vizsgáljuk a településre nézve, én úgy gondolom szintén egy olyan fejlesztés, ami a településnek az adottságait javítja olyan szinten, hogy lehetőséget ad több vállalkozásnak ugye ezt az infrastruktúrát kihasználni. Remélhetőleg több nagyobb cég is, mint ahogyan az EU-Fire Kft. Is ide Kocsordra jött. Ez vonzóvá teszi a települést, és egy könnyen megközelíthető logisztikai szempontból jó dolog lenne. Gyakorlatilag szintén van egy munkahelyteremtő ereje a beruházásnak, mert itt Kocsordon fog készülni egy autópálya mérnökség és egy autópálya rendőrség, amivel kapcsolatosan annyi információ van, hogy körülbelül egy 80 ember foglalkoztatottságát lehetne megoldani vele. A tervek szerint ezen a mérnökségen elsősorban kocsordi és a környező kisebb települések lakosai dolgoznak majd.